csillagot születtem. A dalunk akusztikus változata viszonylag nagyon egyszerűen elkészült, összeültünk tegnap. Nálam a kanapén elővettünk két akusztikus gitárt, és megtartottuk az éneket úgy, ahogy van, és gyakorlatilag újra gondoltuk az akkordokat. A Mikinek volt egy olyan ötlete, hogy van egy ilyen népzenei dal betét, amit szokott játszani ukulelére a fiának, és akkor erre kicserítük a riffünket, hogy kevésbé gonosz. És mennyi kb. 20 perc alatt meg is voltunk vele, nem? Ment nagyon gyorsan. És akkor épült az egész, ez az inspiráció. Fölvettük diktafonra, majd meghallgattuk tegnap este, és itt vagyunk. Mindig is nagyon szerettük a balladákat és az akusztikus dolgokat, élőben is játszunk ilyeneket, és hát ráadásul most jön egy nagyobb kihívás, ahol majd lesz egy szimfonikus koncertünk márciusban, az egy érdekes kérdés lesz, de imádjuk, tehát hogy öregszünk, jól áll nekünk ez a halkulás. Egészségképpen jó, tehát hogy ez is egy ilyen dolog, hogy nincs annyira alkalmunk, de amikor van, akkor tökre élvezzük. Kevén. De dühöngeni meg izzadni jobban szeretünk. Igen. A szélem sem dobban.